megnyertétek a tornát, ez most már akkor így a két meccs után, a döntő első két egyéni meccs után ki lehet jelenteni. Amellett, hogy nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez nem volt egy olyan nagyon jelentős torna, de gondolom boldog vagy, és boldogok vagytok Rékával, hogy ti lettetek az első. Természetesen boldogok vagyunk, ugye megtettünk mindent. Lehet, hogy nem volt teljesen halálkomoly torna, de azért mindenki szerintem oda tette magát, főleg az egyéni mérkőzéseken. Én legalábbis mindenféleképpen, úgyhogy én boldog vagyok. Lehet, hogy másoknak ez nem jelent sokat. Én azt gondolom, jó játékosokat tudtam megvenni, jó meccseket tudtam játszani, így végre sok kihagyás után, úgyhogy mindenféleképpen pozitív dolgok történtek, én azt gondolom. Szerintem a legnagyobb jelentősége annak volt, hogy tudtunk játszani meccseket. És igaz, hogy nem volt ennek akkora tétje, de az, hogy egy icipicit már úgy meccshelyzetbe érezhettük magunkat, ez abszolút segíteni fog abban, hogy majd amikor jönnek az éles versenyek, addigra már legyen egy pár ilyen meccs bennünk. Az, hogy te nap mint nap itt a Neken edzel, az azért segített neked, hogy a körülményeket jól ismered? Isten igazából csak a mai napon segített, bár talán még ma sem annyira, mert ez a hely ez mindig sokkal szelesebb. Ennyit tudtam, még Isten igazából másban nem nagyon segített. Mindenki ismeri ezt a helyet, sokan edzenek itt, úgyhogy nem jelentett nagyon pluszt. Mondtad, hogy tegnap este már izgultál, hogy Marci ellen játszol, ez miben nyilvánult meg pontosan, mi járt a fejedben? Isten igazából oké, izgultam, de azért nem paráztam rá nagyon, mert úgy mentem fel a pályára, hogy most nem én vagyok az esélyes, elengedtem a kezemet, bármi megtörténhet, ugye ezzel rövidített játszmák vannak. Én ezt egy kicsit rutinnak gondolom, jobban jöttem ki, nem annyira izgultam, mint azért amennyire mondtam, de azért próbáltam összeszedni a gondolataimat el alvás előtt, és odafigyelni, átgondolni, milyen taktikát fogok csinálni, és igaz, hogy ez nem annyira jött be ma, amire a szél az teljesen átjött mindent, de azért ezt próbáltam csinálni. Korábban játszottál már ellene olyan meccset, ahol számoltak is a pontokat? Csak edzésen edzettünk, tájékokat játszottunk, de annak semmi jelentősége, csak mindenki máshogy játszik. Úgy látszott, egy picit megemelted az ütődet a tiebreakben 5-1-nél, akkor kezdted már érezni, hogy meg lehet a mérkőzés? Igen, talán azt gondoltam, hogy ott mindenféleképpen meg lehet, azért a második szett 0-3-nál nem voltam ennyire biztos benne, ott viszont 5-1-nél kicsit azt éreztem, hogy meg lehet, hogy jó szervet ütöttem, úgyhogy ez mindenféleképpen adott egy kis lendületet. Ha kiindulunk abból, hogy valóban újraindul az idény augusztusban, mik a terveid, mit szeretnél a következő hónapokban csinálni? Nagyon remélem, hogy akkor a 200-as ranglistámmal tudok tovább versenyezni, és fogok tudni játszani a Grand Slameknek a selejtezőjében, úgyhogy remélem, hogy tényleg onnan tudom folytatni, ahol itt a koronavírus miatt félbeszakadt minden. Jelenleg még nem tudok semmit, ugye azt tudom mondani, mint a többiek elvileg, hogy július végéig nincs verseny, nagyon remélem, hogy utána most már beindul, és akkor utána átbeszéljük az edzőmmel, hogy milyen versenyeket játszunk. Ugyanúgy nyomom tovább az edzéseket 100%-kal, megpróbálok még tovább fejlődni és kihasználni ezt az időszakot, amit csak lehet.